Na sziasztok, Dani Boy vagyok, és a mai videóban egy E100-as nézői replayt fogunk megnézni, amit CSJG küldött el nekem a Hunfiklámból. A pálya Siegfried Line, normál csata ugye, és ugye E100-zal vagyunk, a jó kis városi heavy, tipikus városi heavy harckocsival. Ugye ez a német 10-es szintű heavy. Azt kell róla tudni, hogy a frontpáncél az brutál erős, mármint ez, a felső lemez, viszont az alsó lemez az egy nagy gyenge pont, hatalmas gyenge pont, most a HD modellen meg is növelték. Ugye a szemből nézzük, mert látszik, hogy nagyobb is, mint a felső lemez. És még Golden Mow-val meg ilyen tier 10-es TD-kkel be lehet lőni itt két oldalt az ágyú mellett. És ha nagyon ügyesek vagyunk, akkor ezt el lehet lőni, ezt már 8-as tankok is belövik, meg itt a 250-es pen fölött, itt a toronygyűrűt is be lehet már lőni. Na és bejöttünk ide a városba, ugye szájtszikrépelgetünk, így az oldalunkat mutatjuk az ellenségnek. Ez egy rétegelt páncél itt, plusz még ott van a lánctalp, és alatta van ugye egy, nem tudom pontosan, 180 mm effektívet ír ki az a mod. Az az effektív páncélmérő, nem tudom pontosan hány milliméteres lehet az oldala, talán 160 az E100-nak. Még arra jön rá a réteges, vagy rétegelt páncél, meg ugye a lánctalp, és ott egy T28 Proto, leadunk rá egy lövést, és 665-öt sebzünk, ami hatalmas, de ugye mégse átlagsebzés. Ugye 750 átlagsebzés, és AP-val 235-ben, hát igen, az nagyon kevés, ezért ugye a jó E100 játékos az mindig kintető. Igen, a KV4-et meg is kínáltuk, az volt a fél HP-ja körülbelül, 786-ot. Töttünk bele, ez már mindjárt jobb, mint az előző lövés, és ugye 28 darab hitet hoztunk, 17 AP-t és 5 darab repeszt. És igen, érdemes inkább hittel használni tehát az E100-at, én is azt mondom, mert 334 átütésünk lesz vele. Hát, lőttünk egyet a VK-nak az oldalára, ez AP-val is átment volna igazából, de nem baj, ez a hit volt betöltve, úgyhogy igazából tier-10-re úgyse farmolni, ugye nyugodtan lőttünk hitet is akár. KV4 754-et kapott megint. Nem tudom, mit gondol az a KV4, hogy itt átüt minket, vagy valami, mert nem fog. Ha jól szögelünk, akkor nem üti be az alvázunkat se. Maximum goldal, vagy még úgyse. Közben meglőtt minket a T49-es, csak ugye a rétegelt páncél elnyelte, ezért 142-t sebzett. Igen, nagyon hasznos tud lenni az a rétegelt páncél az Arctic és olyan robbanó lőszerek ellen. 843-at lövünk a T115 oldalába, ez hatalmas lövés volt. Nem tudom, mennyi lehet a maximum sebzése, 750 átlag sebzése, nem tudom pontosan. 900 fölött van szerintem. Ott egy ISU 152-es, egy piros játékos. Hát igen, neki is robbanó lövedékes ágyúja volt. 792-t sebeztünk rá megint. Elég szépeket dob most ez az ágyuk. És az is úgy csak 149-et lőtt, ugye? Megint üreges páncél is ennyi igazából. Tolatunk ki hátra, és célozunk az előtt, alvázát meg is van. Ő is belő minket, de igazából megérte. Ez a csere 549 HP-ról le is szedtük. Már van 5100 sebzésünk, és összesen 7 darabot lőttünk. 7 lőszert lőttünk el. Igen, ezért jó az ilyen nagy átlagsebzés. Kivegyünk, lövünk, visszamegyünk, töltünk egy ideig. Igen, nagyon jó ez az E100 igazából. Nekem nagyon tetszik, amúgy a Maus-t hozzá se lehet hasonlítani. A Maus az egyik legrosszabb tier 10-es heavy tank. Úgyhogy mindenkinek az E100-at ajánlom, hogyha szeretne egy ilyen német nehéz tankot. Igazából az E100 mozgékonyabb is, szinte mindenben jobb a Mausnál. Csak kicsit kevesebb HP-ja van, de hát az nem kell annyi lövésbe kapni, és ennyi. Hát eléggé körbe vagyunk véve, elbuktuk a várost, már csak mi tartjuk egyedül. Plusz még ott van egy RHM, de hát nem sokáig lesz az ott. IS-7 torony oldala igazából ekkora pennel nem probléma. Ezt most egy másik IS-7-tel, AP lőszerrel nem lőttük volna be.
ilyen szögben. Meg úgy, amúgy is az ilyesét meg a torony oldal elég troll tud lenni. Szerintem most az E5-öt szeretnénk kilőni, és, ja, és ezt még nem mondtam, hogy elég lassan száll a lövedék. Majd, hogyha messzire lövünk, akkor látszik is, így ível, nagyon nagyot ível a lövedék. Ott is az E5. Ellőjük, és itt is látszott, hogy elég lassan ment a lőszer. De sajnos bele ment a földbe, belecsapódott, és így nem találtuk el az E5-öt. Van még itt egy jaktigerünk, aki próbál minket támogatni. Ott volt valahol az E5, és teliben meg is van. 300 valamennyi HP-ja volt, ha jól láttam. Van már 3 killünk, 5762 sebzésünk, ami már elég jó. De bőven több lesz ennél. Itt van a T49-es, hát nem tudja, mire vállalkozott igazából. Kimegyünk épp, túr, amúre! Lerepült a feje a gyereknek. Hát igen, egy E100 elé nem szabad így kiállni. Ebből biztos tanult. Elég gyenge játékos volt az a T49. Itt van az M103-as. És igen, egy lövés. Egy lövésen van, be is vagyunk töltve. És szerencsénk van, pont nem erre néz. Azért várunk, mert ilyen szögben lehet, hogy elmenni a láztal, de megforgatja magát, és 603 HP-ről le is szedjük. Kint van a rét közepén az M41 Bulldog. Ott futkározik, szerintem a JT-t akarja megflankelni, csak nem nagyon mer rá menni. A dom mögött van a M41-es. Hú, hát ez hova ment ez a lövés? Ez nagyon fölé ment. Ki is iktatta a JT-nket a Bulldog, ami még későbbiekben gondot jelenthet. Hogyha egy hárman ránk esnek, azért tudnak bennünk kárt okozni, de igazából nem sok esélyük van. Megyünk az IS-3-be rá. És igen, ennyi volt az IS-3. Hát szerintem üreges páncélt ütöttünk hát a hittel. Ez elég veszélyes volt, hogy lepattan. Vagyis hát nem lepattan, hanem elnyeli. Ugye a hitre azt kell tudni, hogy nagyon szereti az üreges páncél és a lánctalp elnyelni. Ezért vigyázni kell vele, hogy hova lövünk. Én személy szerint jobban szeretem az APCR gold lőszert, meg úgy ugye nem csak gold lőszer, az APCR, mert sok tier 10-es mednek a alaplőszere. Bulldog ráment a KV4-re, a Bulldogunk. A városban hát úgy néz ki, hogy körbeautózza, és ki is szedte, igen, nagyon jó. Van még egy ellenséges Bulldog, amit hát ezzel a sebességgel elég nehéz lesz elkapni, úgyhogy bele is tekerek egy kicsit. Hoppá, itt az összeütközünk. És valószínű itt lesz valahol a bázist védi a Bulldog. Nagyra a valószínűség. Le is lassítom egy kicsit, így. És betöltöttünk egy repesz lőszert, ami nem biztos, hogy jó ötlet volt, mert ugye oldalról, hogyha lánctalpat lövünk vele, az el fogja nyelni, és max. 400-ot sebzünk, annál nem többet. Ott is van a Bulldog full HP-n, jön le a dombról nagyon gyorsan, és elkezdik egymást lőni a mi Bulldogunkkal. Hú, mi ez karolt, ez a Bulldog? Igen, 365-öt lőttünk csak bele. És kiszedte a Bulldogunk. Igazából ennyi volt ez a replay. 6 kill, 7700 sebzést ír ki az XVM. De még ki tudja, lehet, hogy volt blind, nem tudom pontosan. Majd látszik az összesítésből. És köszönöm a replayt. Ha tetszett a videó, nyomjatok egy lájkot, iratkozzatok fel a csatornámra, és lájkoljatok a Facebook oldalt, amit megtaláltok a leírásban. Küldhettek nekem még replayt, hogyha van. Lehetőleg 9.8-as legyen a replay. Köszönöm a figyelmet, Dani Boy voltam, sziasztok!